Szerintem ez egyik titka a mi kapcsolatunknak, hogy nagyon motiváljuk egymást, nyilván más területeken az életben, de szerintem onnan látszik, hogy mi jól működünk együtt, hogy sokkal jobbak vagyunk, mióta megismerkedtünk. Szóval rengeteg új eredményt értünk el. Ugyanezt érzem én is, hogy én azt érzem, hogy még képes vagyok dolgokra, és az ember vagy bevonza, szerencsés is, és kitartó is, és akkor minden összeáll, vagy egyszerűen bármit csinál az életben, sose fog annyira gördülékenyen jönni. A Három Igazság plusz mai vendége Rácz Gyurica Dóra, és hello. Férje Rácz Jenő. Üdvözlünk szeretettel. Tomi mondja a szabályt. Egymás után következtek majd, és te döntheted el, hogy milyen sorrendben szeretnéd a témaköröket megkapni, és Jenő is ugyanebben a sorrendben fogja majd kapni a kérdéseket, témaköröket. Így van, és minden boríték megválaszolására 7 percet lesz neked és neki is, és hát mind a ketten írtatok egy-egy igazságot az adás előtt, de ez majd csak a végén. Melyik borítékkal kezdjük? A pirossal. Piros. Ha, Laci. Akkor Laci témaköré jön első. Na nézzük. Keményen kezdünk. Belenyitunk. Mi az igazság? Külföld vagy Magyarország? Fúha. Most úgy néz ki, hogy Magyarország. Az az igazság, hogy attól is függ szerintem, hogy melyikünket kérdezitek, és hogy mi hát, most először téged. Igen, csak mióta nyilván házasok vagyunk, és van gyerekünk, akkor ilyenkor már nehéz úgy mondani, hogy mi az, amit én gondolok, és nem jön fel az agyamba az, hogy... Jó, azért ezt kezdjük a történetet a legelejéről. Mm-hmm. Te magyar apától, magyar anyától származol Brazíliában, mert nem te vagy az első generációs, hanem már ők is brazilokká váltak, és te Brazíliában születtél, és ott is nőttél fel. Ez úgy van, hogy nekem már a szüleim is kint születtek, és mind a 4 nagyszülőm magyar. És ők ugye az 50-es években kimentek Brazíliába, és ott megalapították a magyar közösséget. És ezen belül találkoztak ott a szüleim, apukám néptánc tanár volt, és anyukám hozzájárt táncolni. Ez melyik városban volt? São Paulo-ban. Aha. És ott hát szemet vetettek egymásra, és már az első randevúnom, hogy megkérte anyukám kezét néptáncos felszerelésben, úgyhogy... Első randi, igen. Igen, úgyhogy ez egy másik... Nem egy bizonytalan alkat. Nem, lehet, hogy innen a magabiztosság. És mikor mi... Nekem 3 tesóm van, szóval én 2 éves voltam, és... A szüleim úgy döntöttek, és hát leginkább édesapám, hogy lehet, hogy Magyarországon kellene gyermeket nevelni, mert itt sokkal biztonságosabb, és őt valahogy pont azért, mert a szülei alapították ezt a magyar közösséget kint, úgy nagyon visszahúzott a szíve ide, és úgy nagyon kíváncsi is volt, hogy milyen lenne itt, és valahogy nálunk ez a magyarság, ez egy sokkal pozitívabb, sokkal színesebb dolog, mint amit talán egy Magyarországon született embertől kérdeznék, hogy mit érez. Mert szüleid, bocsánat, ők mennyire maradtak, vagy lettek magyarok úgy, hogy már Brazíliában születtek? Értem, hogy magyar kolónia meg minden, de hát azért nyilván hatott rájuk az ottani kultúra is. Hát hogyne, persze. Az az igazság, hogy ők otthon magyarul beszéltek, és magyarul kommunikáltak egymással, a nagyszülők is a gyerekekhez, magyar ünnepek, magyar... Szóval ezeket a kulturális dolgokat, ezeket végig megtartották, mert szerették volna, hogy ez a gyökér ez megmaradjon, hiszen Brazíliában úgyis majd ragad rájuk az, aminek kell, meg hát ez így van. Sajnos az unokatesóim már például nem is beszélnek magyarul, szóval mi úgymond szerencsések vagyunk, hogy mi hazakerültünk. Neked melyik az anyanyelv? A portugál vagy a magyar? Magyar. Érdekes, hogy mikor én először megszólaltam, és beszélni kezdtem, akkor én még portugálul beszéltem. De ugye 2 évesen ide költöztünk, és akkor úgymond tiltották a szüleim, hogy beszéljünk portugálul, mert szerették volna, hogyha gyorsan megtanulunk magyarul, mert utána úgyis visszamegyünk Brazíliába. Hát még mindig itt vagyunk, úgyhogy nem mentünk vissza. Úgyhogy nekem portugálul úgy kellett megtanulnom, hogy... nyelvórákra jártam. Mennyi időt töltöttél a 2 éves korod után Brazíliában? Az elején évente igyekeztünk akkor hazajárni, látogatni a nagyszülőket, nagynéni, nagybácsi, 13 unokatesom van, hatalmas a család kint. Most már, ha azt mondom, hogy haza, akkor most már bőven arra gondolok, hogy Magyarországra nyilván, de akkor még a szüleim is úgy gondoltak 30x év ott élés után, hogy ők hazamennek. De aztán végül úgy alakultak a dolgok, hogy mi itt ragadtunk, és most már ide járkálnak az ottani magyarul törve beszélő rokonaim, és itt van nekik úgymond ez a különleges világ, mint most nekünk ott.
A szüleid is itt vannak akkor továbbra is, tehát nekik nem gondolták meg magukat, és nem mentek vissza São Paulóba. Nekem az egész családom egy kicsit ilyen utazó, felfedező. Nagyon sokszor mentek vissza szüleim egy kicsit, egy pár évre dolgozni, volt tesómék is, az idősebb tesóim is visszamentek pár évre kipróbálni, szerencsét próbálni, hát ha ott más lesz, hát ha jobb, hát ha... És valahogy minket mindig valami ide visszahúz. Úgyhogy megpróbálhatunk Brazílnak tűnni, de azt gondolom, hogy ennyi idő után már ez lehetetlen. Oké. Okay. Magyar-brazil vagy. Igen. És felnőttként te ezt hogy látod? Hogy a szülei döntése annak idején, az vajon nem az, hogy helyes volt-e, vagy jó volt-e, hanem te meg tudod őket érteni, hogy miért döntöttek így, hogy egyébként a már generációs külföldi létet megszakítják, és Magyarországon folytatják az életet 4 gyerekkel. Az a furcsa, nem tudom, hogy mennyire hisznek ebbe az emberek többsége, én igen, hogy valahogy az, amit a szüleid, a nagyszüleid csináltak a múltban, azok egy kicsit illenyomatot hagynak benned. És szerintem egy kicsit bennük volt ez a nagyszülők kivándoroltak Magyarországról oda, akkor ők is, mikor azt érezték, hogy nem stabil a dolog, ők is elvándoroltak valahova, és ezt mind az összes tesóm csinálja mai napig, és én is, amikor nem érzem, hogy stabil valami, akkor menjünk külföldre. Szóval így van bennünk egy ilyen furcsa, próbáljunk akkor máshol szerencsét, érzés valahogy így elemileg, de valahogy tényleg mindig visszajövünk, és rájövünk, hogy itt kell megoldani. De akkor benned mostanában nem volt ilyen nem jó itt, és menni akarok valahol? Volt, pont mielőtt a Jenőt megismertem. Nekem 2 opcióm volt a fejemben. A vagy elköltözöm Portugáliába, és szerencsét próbálok, vagy elmegyek a konyhafőnökbe, és majd utána megyek el Portugáliába. Hát az milyen jól döntöttél. Ez jobban bejött a második egyelőre. Igen, képzétek el, hogy lefeküdtem aludni, nyilván nagyon sokat vívódtam 20-as éveim elején, most ki vagyok én, mit csináljak, és lefeküdtem aludni, és azt álmodtam, hogy Gordon Ramsay azt mondja, hogy... Gordon Ramsay jelent meg az álmodban? Igen. Azt mondta, hogy menj el a konyhafőnökbe, mert neked ott van a helyed. És felkeltem, és ez nyilván ezért röhögtem. Úristen! Hát mondom, ha már Gordon Ramsay akarja, hogy menjek, hát akkor el kell mennem. Ezt képzeld el, hogy elmegy a Hell's Kitchenbe, szembe jön Gordon Ramsay, és azt mondja neki, hogy köszi. Vagy azt mondja, hogy mehet a Hell's Kitchenbe. Tervezem. Igen, úgyhogy végül szóval is köszönöm. Akkor a kérdésre van egy egyértelmű válasz, külföld vagy Magyarország, Magyarország. Ez így van. A 3 igazság plusz mai második fele, Rácz Jenő, többszörös Michelin csillagos séf. Yeah. Üdvözlünk szeretettel. Köszönöm szépen. Tomi mondja a szabályokat. Dóri már kiválasztotta, hogy milyen sorrendben tegyük fel a kérdéseket, igen, amik ezekben a borítékokban vannak, úgyhogy neked már nincs más választásod, csak az, hogy ugyanebben csak a sorrendben megszoktam. Azok a témakörök. Normális házas életet. Mondod, ezt veszeges. Megszoktuk. Neked is 7 perced van, amit így úgy van. Nagyjából mérünk, és a Dóri a Lacit, nem a Lacit, hanem a piros borítékot választotta elsőnek, ami a Laciért. És ott az első kérdés nem más. Mi az igazság? Külföld vagy Magyarország? Én inkább azt mondanám, hogy külföld, és az oka, én nagyon szeretek utazni. Tehát én azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok olyan ország van, ahol nem láttam dolgokat, és mindig nagyon vonz. És úgy vagyok vele, hogy ugye most az egyre kevesebb dolog, ami van az életemben, az az idő, és nagyon sajnálom, hogy erre a dologra nem tudok elég időt szánni jelenleg, de nagyon szívesen mennék még külföldre. Magyarország mindig az otthonom lesz, tehát itthon mindig otthon érzem magam, viszont nagyon vágyom ezekre az új impulzusokra. Csak utazgatni? Vagy esetleg az is megfordult a fejedben, most már családos emberként, hogy ideig, óráig ott is élni valahol? Igazából én a mostani, tehát ami jön következő 10-20 év, biztosan itthonra tervezném. El tudnék azzal a gondolattal játszani, hogy mi lenne, hogyha esetleg az idősebb éveimet akár külföldön élni, tényleg ez az idilli dolog, hogy egy tengerparti városban garnélákkal teszegettek, borozgatok esténként, és szép az élet. Aztán, hogy mi lesz ebből, azt még nem tudom. Menjünk már egy picit vissza az időben, mert viszont te ezt a tengerpart, meg garnéla, az nem volt benne, na de hát nagyságrendileg egy évtizedet külföldön dolgoztál. Dacára annak, hogy még mindig őrült fiatal vagy. Mennyi idős vagy most? 32. Gondoljunk bele, 32 évesen azt tudjuk mondani egy fiatal emberről, hogy többszörös Michelin csillagos séf.
ebből egy évtizednyi távlatot, legalább ilyen kb. 10 évet. Te külföldön hol dolgoztál? Csak így felsorolás szinten? Hát ugye Európában egy pár helyen, tehát Anglia, Dánia, és akkor utána Ázsiába mentem, és ott Szingapúr, Shanghai, és ugye elég sok utazással járt ez az ingázás. Ezek úgymond egymásból következtek, ezek a lehetőségek? Abszolút, tehát mindig próbáltam egy ilyen jobb helyre, egyre jobb dolgokat megkaparintani, legalábbis élményben, és én úgy érzem, hogy ez mindig sikerült. Viszont egy dolog, az sose adatott meg, az, hogy ugye, és emlékszem, mindig ezt mondtam magamban, hogy amikor végre lesz egy saját tévém, amit nem sajnálok, az lesz majd az íra a pont, és az nagyjából ez a, inkább a családdal lehetett volna összetenni, hogy az nem volt, de ez a TV fogalom, ez mindig az volt, hogy nagyon szerettem volna egy saját tévét, és mindig ahol béreltem lakásokat, szobákat, bármi, sose volt tévé. és egyszerűen nem tudom, hogy miért, mindig vágytam egy rohadt egy tévére, és sose vettem, mert úgy voltam el, hogy lehet, hogy fél év múlva már nem itt lakok, mert és akkor meg videk vegyek egy tévét. Egy picit, megint csak az időrendbe megyek vissza, mert ugye azért minden szakmában az, hogy a csúcsra eljusson valaki, az évtizedek. Sok, nem egy. A te mesterségednek ugye a csúcsa az, hogyha valaki Michelin csillagot szerez. Honnan ez a késztetés, érzék, előrehaladás ebben a dinamikában? Én azt gondolom, hogy aki ennyire őrültem megy előre, az annak muszáj legyen egy narcisztikussága, egy egoizmusa. Tehát, hogyha ez nincs meg, megnézzük az atlétákat is, akik minden nap ott vannak, és halálra gyötrik a testüket egész nap azok, azokból is egy egoizmus beszél, hogy jobbak akarnak lenni. Nem azért edzenek napi négyet, hogy ne legyen jobb a másiknál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én mindig úgy voltam vele, hogy én saját magamat versenyeztettem meg nap mint nap, hogy egyszerűen több és jobb akarok lenni, és amikor azt gondolta volna szerintem egy ember, hogy na, akkor most már megveregetheti a vállát, akkor én mindig azon gondolkoztam, hogy de hát ez még nem a minden. Tehát valamilyen szinten én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, nem is tudom, egy drog, tehát ami egyszerűen sosem elég. Nem tudom azt mondani, hogy most már elértem, és hogy most, mert van egy második csillag, amit el lehet érni, lehet egy újabb éttermet nyitni, mindig valami ugye megmozgatja az embert. És lépésről lépésre tűzöd ki a célokat magad elé? Vagy van egy nagyon távlati cél mindig, amit szeretnél elérni, és abba az irányba haladsz? Hát én most vagyok egy pici bajban, szerintem idézőjelesen ennyi év után, mert tényleg, ugye ahogy te is mondtad, azt mondják az emberek, a szakma csúcsa, a Michelin, és ez valamilyen szinten így is van, de ez egyébként neked cél volt? Korántól? Cél volt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt cél. És hány éves korodban fogalmazódott ez meg benned szerinted? Inkább a késői években, mint a korai, tehát én 15 évesen még a világomat nem tudtam, nem, hogy Michelin csillagot akarok. Mentem, amerre láttam igazából, de én azt gondolom, hogy most van egy picit, mert akkor ugye mindig lépésről lépésre alattam, most pedig már ilyen 10 évek, meg 20 évekre gondolok előre. Ebből is vagy bajban? Azért, mert nem tudok párhuzamot húzni a kettő között, mert nagyon ellentmondásos ez a dolog, és ezért vagyok egy picit bajban, mert ugye, hogyha most azt érzem, hogy mi a következő feladatom, akkor nem tudok nagyon mit mondani. Tehát most itok még egy éttermet, most van még egy csillag, most családozom, lesz egy második gyerek, de attól függetlenül előtte mindig valahogy ilyen, mint egy bika, megláttam a vörös szint, és mentem előre, és most valahogy ez egy picit így... Azt érzed, hogy mindent elértél, amit akartál? Nem, csak nem találom, hogy mi a... Most egy picit úgy nem találom, hogy mi a következő, ami akkora adrenalin sokkot ad. Nagyon-nagyon fontos dolgokat mondtál. Azon egyszerű oknál fogva, mert ez olyan pejoratívan hangzik egyébként, hogy az egoizmus viszi, az ego viszi előre az embert. Én szerintem a csúcsragadozóknál bizony ez az igazság. Mert ha nincs tökéletesen meggyőződve arról, hogy ő a világ legjobbja,
adott pillanatban, akkor legyőzették. Valaki úgy tud a legjobb lenni, hogy már akkor azt mondja, hogy ő a legjobb, amikor még nem volt a legjobb. És valahogy ez, tehát amikor még nem volt Michelin csillag, akkor én már oda tartottam, tehát én sose gondoltam volna, hogy nem lesz. És tudod, hogyha erről az ember így beszél, akkor egyből azt gondolja valaki, hogy fú, de egy arrogáns ember, meg milyen nagyképű, meg hasonlók, és teljesen joggal mondhatja, mert ez egy bizonyos, ahogy mondtam, egocentrikusság tehát kellenek ezek a dolgok, ezek eszenciái a nagybetű sikernek szerintem, hogy egy picit arrogánsnak kell lenni, egy picit azt gondolni, hogy te vagy a legjobb, és hajtani, és önmagadat spanolni, hogy ha te akarsz a legjobb lenni, akkor ez rohadtul nem elég. Egyébként, amit meg most mondtál, meg kifejtettél, ahol eljutottunk, azért egy kicsit nekem az úgy is hangzott, és nem akarom beléd beszélni, de minthogyha egy ilyen előrehozott, 10 évvel korábbra hozott életközepi válság felé haladnál éppen pont emiatt, hogy most akkor mit kezdjek ezen a ponton az életemmel, ami tovább lendíti az egészet. Igen, hát ezek most ilyen dilemmák a fejemben, és az az igazság, hogy a legnagyobb probléma az tényleg az időhiány, tehát az ember mindig akar valamit csinálni, csak az ember utána így rágondol, hogy valójában tényleg ezt akarja az ember, és annyi példát látok az életemben, tehát a tévére vágyó srác és a mai ember, aki vagyok, az nagyon nagy különbség, és manapság ugye beszélgetek nagyon sok sikeres vállalkozóval, üzletemberrel, akik abszolút példaképek a szememben. De a nap végén, hogyha valaki megkérdezi tőlem, hogy te olyan szeretnél lenni, mint ő, akkor már nem biztos, hogy teljes őszintességgel azt tudom mondani, mert a végén az van bennem, hogy lehet, hogy a sikert eléred, lehet, hogy a tiéd, de hogyha nem tudod megélni, és hogyha nem tudod megélni az életet, akkor tök felesleges az egész, és én ebbe vagyok problémás most, hogy még túl fiatal vagyok, és ha azt kérdezi meg valaki tőlem, hogy 50 évesen szerinted te ugyanezt fogod csinálni, vagy egy hintaágyba cseresznyézgetek a verandán, és szívem szerint azt csinálnám, de az eszem teljesen mást mond, úgyhogy egy ilyen nagyon nagy dilemma. Na nézzük a következő szint. Zöld vagy sárga? Sárga. Sárga, az az enyém. Az én kérdésem az pedig így szól. Ó, mi az igazság? Ki a séf otthon? Egyértelmű az igazság, hogy én. Egyértelmű? Hát a kívülről nézve nem volna egyértelmű. Hát nagyon távolról nézik kívülről az emberek ezt a szituációt. Akkor mesélj, nyilván, mikor megismerkedtünk a Jenővel, és ez az egész ötlet még felmerült bennem, hogy Rácz Jenő séffel fogok randevúzni, hát akkor azt gondoltam, hogy én megfogtam az Isten lábát innentől kezdve, Michelin csillagos reggeli kevédet, vacsorát. Bármikor csak azt mondja a Jenő, hogy... És még az udvarlás szakaszában sem volt így? Nem, az a vicces, hogy a Jenő azt mondta, hogy nem is tudom, talán 3 hónapja voltunk együtt, mikor először főzött valamit otthon, valami salátát, szóval... És akkor ezt én mondta, is tudom, akkor én is kapom Michelin-csillagot. És azt mondta, hogy azért nem akart eddig főzni nekem, hogy nehogy túl hamar essek szerelembe. De nem, de úgy képzeli el az ember, hogy Dóri fekszik otthon, és minden reggel kap egy menüt, hogy aha, jó, hát persze. Akkor innen ez legyen, akkor az előtt. De akkor hogy néz ki a valóság? Ez az igazság, hogy rengeteget dolgozik a férjem nyilván a szakmában, nagyon-nagyon kreatívnak kell lenni, és a többi, és nem szívesen viszi haza a munkát. A másik pedig, hogy ha van is egy elképzelése valamiről, azt elhihetitek, hogy elég összetett, úgyhogy sokszor az van, hogy nincs itthon a felesem a dolgoknak, amilyen szívesen nyúlna, úgyhogy hagyjuk inkább. Úgyhogy én nagyon sokáig húztam ezt, hogy én főzzek neki, mert nyilván volt bennem valamennyi. Hát ugye? Az, nem félelem ez hát ezt mondani. Azért... Nem, mert amúgy nagyon hálás, és nagyon megbecsüli a jó ételt, akkor is, hogyha egy csárdába megyünk, vagy valahova, hogyha egy tényleg egy jó magyaros pörit a Jenő elé tesznek, akkor ő teljesen oda van. Megvan belső. Igen, úgyhogy tudtam, hogy igazából, ha csak egy jó ízű teszik, amit én főztem, akkor azzal el van intézve, de valahogy mégis azért van az emberben egy ilyen ugyanúgy, mint a versenyben, hogy most egy Michelin csillagos főzök, szóval azért nem mindegy. És emlékszel, mit főztél neki legesleg először? Persze, vajas kenyeret. Oh, hát
Azt azért nehéz mondom, elrontani. Gyerekek, nem, egyszerűen nem figyeltek rám. Én is tudok mi is. Tudsz majas kenyeret is. Majas kenyeret simán csinálok. Arra azért emlékszem, mert volt benne egy ilyen érzés, tudod, hogy most hogy kell Michelin csillagosan kenni? Nem, mert csak este 10-11 körül mi csak néztünk egy filmet, és volt nagyon friss, kovászos kenyér, meg de nem tudom, francia vaj, és akkor csak egy kis vajas kenyeret úgy ennék, és ahogy így csináltam neki, már akkor volt bennem egy ilyen, hogy de jó, hogy végre csinálok neki valamit, mert nekem abszolút az etetés, az a szeretet nyelvem, és azt is így tettem oda, hogy jó étvágy. És volt nála egy mérői szalag, hogy megmérj, hogy milyen vastag a kenyér? Nem, de amúgy később vissza is hozta, hogy emlékszem, amikor először csináltál nekem vajas kenyeret, és hogy az neki is ilyen, nem is tudom, ilyen kicsit ilyen emocionális dolog volt, hogy így tudtuk, hogy ebben nincs semmi felvágás, hanem ez csak egy kedvesség volt. Várjál, és Gordon Ramsay magyar képmása, akihez küldött Gordon Ramsay, ugye, ahogy elmesélted. Mi a kedvenc kajája? A gulyásleves, rántott hús. Megértem. Hát ez így nem túl bonyolult. Tehát ez hát így, akkor főzz egy jó gulyáslevest. De te gulyáslevesed? Egyszer csináltam neki, képzeljétek, gulyásleves most, hogy megműtötték, és ugye itt volt egy felépülési szakaszuk, a 3 hétig otthon volt, és akkor minden nap főztem neki. Úgyhogy azért már emeltük itt a tétet, és ott próbáltam változatos lenni, és de tudtam, hogy jó, hát most akkor próbáljuk meg ezt a gulyásleves témát. Na, és mondtam, hogy nem akarsz segíteni, hogy csak ülj ide, és csak mondd, hogy mit, csak nem, csinálj bármit, jó lesz. És akkor így, ez gulyásleves? Én mondtam, hogy igen, és ott, hogy akkor biztos, hogy segítek, mert hogy az én gulyáslevesem, és ott még sose kóstoltam én sem az ő gulyáslevesét, és végül ezt együtt csináltam. Akkor ez egy közös. Ki a finnyásabb? Ő. Igen? Úgy van, hogy azért, ha elmegyünk egy étterembe, vagy eszünk valamit, akkor pontosan neki így van egy ilyen táblázat a fejében, hogy ez hol van elrontva, mik a jó ötletek benne, mi az, ami jól sikerült, stb. Ez szakmai ártalom szerintem. Persze. Így végigpörög az agyában, hogy ez a rizst, ezt jobban megfőzhetted volna, túlsült, ez mit? Szóval ez benne van, ezeket nem mondja el soha nyilván, de ha rákérdezek, akkor meghallgathatom. És kérdezel? Jól fogadod a kritikát? Úgy van, hogy én nem kérdezek rá, hanem mondjuk elmegyünk egy étterembe, és azt mondom én már így félve, hogy amúgy szerintem ez egy kicsit sótlan, nem? És akkor így, igen, és ezen kívül még szóval... És akkor még jön 8. Néha feltöröm tandorra. Egyébként azt se felejtsük el, hogy te is szakmabeli vagy, hisz vendéglátóipari közgazdászként tevékenykedtél, és valójában azért ez leginkább logisztikai, szervezési kérdés már azon a szinten, hát ahol ő tevékenykedik, tehát valószínűleg sokkal kevesebb jut a főzésre. Igen, ezt akartam is mondani, hogy ezen a szinten, ahol már ő mozog, itt a legritkább az, hogy ő amúgy bemegy a munkahelyre, és amúgy főz, szóval egy fakanál a kezébe áll, és főz. Ez akkor van, amikor mondjuk új ételeket kreál, és akkor tesztelget, próbálgat, de hogyha megvan az a fix, hogy akkor mit szeretne, vagy kész van az elképzelés, onnantól kezdve betanítja a csapatnak, és onnantól kezdve igazából ő a cégvezetésben, neked, a logisztikában, mert azért stb. Még mindig mind a ketten nagyon fiatalok vagytok. Hát persze, szerintem a stabil párkapcsolatoknak az egyik alappillére az az, hogy felnézz a másikra. Legyen ez bármi is, amit csinál, úgy tudja másikra nézni, mikor hazajön, vagy mesél arról, hogy mit csinál, hogy azta, de jó, úristen, de jó lenne, én is tudnék ilyet, vagy legalábbis motiválna, és szerintem ez az egyik titka a mi kapcsolatunknak, hogy nagyon motiváljuk egymást, nyilván más területeken az életben, de szerintem onnan látszik, hogy mi jól működünk együtt, hogy sokkal jobbak vagyunk, mióta megismerkedtünk. Szóval rengeteg új eredményt értünk el, rengeteg felsőbb szintre jutottunk el, mint amit terveztünk, elértünk egy csomó célt, stb. És így mi nem hátráltatjuk egymást, hanem így nyomjuk. Mi ennek a Michelin csillagos séfnek a tehetsége? Mi az, ami megkülönbözteti? Szerintem ez teljesen egyértelmű, és az, hogy rendkívüli módon hisz magában. Olyan szinten önbizalommal van tele a Jenő, hogy csodálatra méltó, hogy nincs benne a fikasnyi kétség sem, hogy amit ő mondjuk megalkott a tányéron, az ne lenne zseniális. És szerintem ez a titka, hogy ő is mondta, hogy sokszor van, hogyha egy vajas kenyeret készít, és ő teszi a vendég elé, és elmondja, hogy ez a kenyér olyan lisztből, olyan szeretettel, olyan asszonyok keze által készült, akkor az vendégek is így eszik, hogy
Jézusom, hát ez egy csodálatos kenyér. És ez a magabiztosság, ez a hihetetlen erő, ami belőle árad, ez az, amit mindent megtölt ezzel a sikerrel szerintem. Mert ugyanazt is ugyanazt a gulyáslevest főzi, mint mondjuk egy másik séf is, de nagyon nem mindegy a vendéglátásban, hogy hogy tálalsz. Mert tegyük fel, ha egy üdítőt rendel valaki, nem mindegy, hogy azt így teszik oda, vagy úgy, hogy ez az ön üdítője, frissítő, citromot hoztunk hozzá, vagy stb. Szóval az, hogy mi van mögötte, az minden. És ez egyébként a magánéletben is jellemző rá? Ez a típusú magabiztosság, amit most a szakma kapcsán levezettél? Abszolút, azt gondolom, hogy ha vannak olyan rétegei a Jenőnek, amik nem ennyire stabilak, azokban én vagyok a stabil. Uh-huh. És ezért vagyunk mi nagyon harmóniában, mert ezt a szintű szakmai hitelességet, ezt én amúgy nagyon sokat fel tudtam ebből szívni, és nagyon sok sikert értem el ezáltal, hogy én is elkezdtem hinni önmagamba, mert hát úgy vagyok veled, hogy ő ennyire biztos benne, hát akkor én miért nem? És ő is mindig mondja, hogy hát basszus, persze, hogy meg tudod csinálni. És ha vannak olyan dolgok, amikben meg ő annyira nem, akkor meg én vagyok az, aki állok és mondom, hogy de igen, és hajrá. Mm. Az jó. Igen, jól nagyon. Hangzik, nagyon. Na nézzük a másodikat, jön a Tomé. A sárgát választotta Dóri, és ami az én kérdésem, így szól, mi az igazság? Ki a séf otthon? Hát én azt gondolom, hogy a Dóri inkább. Mázlid van. Ő is ezt mondta. Igen. Hát az az igazság, hogy ugye, hogyha főzök otthon, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valaki azért, mert festő, vagy nem fest, akkor az otthon bármit talál, egy szalvétát elkezd festegetni. De jó, de várjál, de enni kell. Hát festeni nem feltétlenül. Persze, tehát akkor rendelünk ételt, vagy hasonlók. Jó, de én úgy képzellek el, hogy van egy ilyen nagy pult. Tehát várjál. Látod magad előtt, amikor csöng a telefon, fölveszi a diszpécser, jó napot kívánok, Volt. Ráci Jenő vagyok, tudna hozni nekem rántott csibét? És melyik étteremben olyan senki? Ez pont így megy, de még a... De tényleg úgy képzellek el, hogy ott van egy nagy pult, és ilyen kis tálakban minden hozzávaló külön kirakva, mint a tévében, hogy látjuk, és akkor jönnek ilyen húsok, és egy nézegetett, simogat, tehát nem így kell elképzelni? Nem, mert a legklasszikusabb, amikor tényleg egy ilyen fehér zokni, egy sportpapucs, rövidgatja, nagy kabát, és kimegyek a mínusz 7 fokba átvenni a kaját, úgyhogy és akkor mindenki néz, hogy ez, hú, hát ezt nem gondoltuk volna. És kimegy a futár, és fejlő az étterbe, szerintem húzzuk le a rólót, ez a Ráci Jenő. Igazából én ilyen szempontból egyszerű ember szeretek lenni, és tehát ezt így simán kiberem mondani, hogy én mekirajongó vagyok, és engem bárki kövezze meg ezért, szerintem inkább az a nem normális, hogyha valaki azt mondja, hogy még nem evett meg itt, mert azt nem tartom normálisnak. De én alapvetően pont azért, mert állandóan rohanok, semmi időm nincsen puccos éttermekbe beülni, nincs időm előkészíteni az étrendemet, amit találok, azt teszek, és igazából nekem ezzel semmi problémám nincs. Tehát... Akkor te mikor eszel egy jót? Tehát amikor azt mondod, hogy ez jó volt. Te mire, milyen ételre mondod azt, hogy na ez jó volt? Hát ugye a Dóri nagyon sokat főz otthon, úgyhogy azokra általában mindig azt mondom, hogy nagyon jó. Gulyáslevest például. Azt nagyon szeretem. Tehát én nekem valamiért ugye mindig arra bíztatom az embereket, hogy legyenek bátrak, kóstolják meg, nyitott szemmel járjanak. Ennek ellenére én vagyok az az ember, aki klasszikusan betér valahova, és ez a gulyásleves rántott hús, ez ilyen, egyszerűen nem tudom miért. Két kérdés. Egyszerre nem szabad soha föltenni, de ez a kettő nálam a fejemben most nagyon összefügg. Honnan jön a kajához való viszonyod, és honnan jön a sikerhez való viszonyod? Hát az ételhez való viszony az igazából nem egy megfogható viszony szerintem. De az, hogy ezzel akarok foglalkozni, én ilyen ő. Én sose gondoltam, hogy ezzel akarok foglalkozni, soha. Tehát én igazából valahogy az megszületett bennem, hogy
erre én képes vagyok, hogy foglalkozzak vele, de soha nem... Tehát megnézzük a mai fiatalokat, ugye nézik a tehetségkutatói műsorokat, főleg ilyen gasztroműsorokat, és most már 3-4 éves gyerekek állítják, hogy ők séfek akarnak lenni. Ami egy csodálatos dolog, de nekem soha nem volt az, hogy én séf akarjak lenni. Egyszerűen csak azt vettem észre, hogy ebben vagyok, és hogy ebben bizonyos de dolgokra képes. Egyszer csak, hogy lehet ebben igen, észrevenni nem magad. Nem az, hogy reggel felkelek, és azt mondom, hogy ops, mától főzök, mert abban jó vagyok. Én azt gondolom, hogy viszonylag átlagos tanuló voltam, és szerintem az, hogy komoly gimnáziumba vagy főiskolára járjak utána, ahhoz azért lehet, hogy több kell. Én nem tudom, szerintem nem voltak olyan lehetőségeim, hogy nagyon válogassak, és úgy voltam vele, hogy végül is kipróbálhatom magamat ebben a dologban, aztán meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Aztán a végén ugye azt vettem észre, hogy tudom kontrollálni az anyagokat. Tehát, hogy ez egy hülyeség, amit mondok. Tehát akkor itt kezdtek jönni a sikerélmények is gyakorlatilag a te életedben? Ez nem volt annyira gyors, ez évről évre egyre fejlettebb volt. És tényleg azt tudom mondani, hogy a főzés az valamilyen szinte művészet, mert hogy nagyon sok mindent nem tudok én sem megmagyarázni. Ugyanúgy, ahogy nem tudjuk, hogy miért húzott oda még egy vonalat a festvet, így vitte a keze. És nekem is nagyon sokszor van ilyen. És nagyon furcsa, mert hogyha bejöttök az én konyhámra, akkor minden ABC sorrendben van, tökéletes tisztaság, stb. Mármint az étteremben. Igen. Viszont, hogyha én elkezdek főzni, a legnagyobb rumlit csinálom, tényleg sajnálom is az embereimet, mert ugye ők meg jönnek utána eltakarítani folyamatosan mindent, de én vagyok az a tipikus ilyen, nem tudom, egy ilyen rumlis írót tudnék, vagy egy festőt magam előtt látni, hogyha így hasonlítani kéne. Előveszek a printerből, van ez, amin a ételek fel vannak írva, kiúzok egy ilyen csíkot, és akkor elkezdek egy tollat ragadni, és egy mérleggel elkezdek receptet írni. Tehát ez meg olyasmi szerintem, mint egy ilyen, hogy dalszerző valaki, vagy hasonlók. Tehát én nagyon szeretek receptet írni, és van olyan, hogy egy receptet fejben írok meg, de gramra pontosan, és utána megfőzöm, és jó. Ezek az anyagok ugye ugyanúgy, tehát megvannak a részecskéi, és ezeket, tehát van, hogy én ugyanahoz a sóhoz nyúlok, és ugyanúgy ízesítek, mint, de mégis valahogy finomabb, és ezt nem tudom megmagyarázni. Megmagyarázhatatlan, és a másik meg, hogy mondom, ebben a nagy rumliban mindig mondják, hogy séf, ezt elvihettem, vagy azt, és mondom, hogy nem. Tehát, de olyan, hogy a vágódeszka szélén ott van, mit tudom én, még a hámozott krumplinak a héja, meg hasonlók, de, és akkor egy gyönyörű szép tálat, hogy elkezdek komponálni, de ott van mellette, mert nem tudom még, hogy mire van szükségem, és nagyon sokszor ebbe a rumliba valahova oda nézek, és bevillan valami, és akkor ráteszem a tányira, és pont úgy passzol. De hogyha meg lenne, tehát ez a tökéletes káosz elmélet, és ez működik nálam. Tehát én ez a típusú... Abszolút. De hogy úgy hallgatom, ugyanúgy megéheztem, mint amikor a Dórit hát hallgattam. Biztos, igen. De utána meg ugye nagyon megkövetelem, hogy nagyon tiszta legyen minden, és én magam ellen, vagy magammal szemben nem tudom ezt megkövetelni, és így érzem magam jól, hogy körülöttem egy rumli van, és felrobban a pult. Ezt kezdem kapizsgálni. A sikerhez való viszonyod, ez a bizonyos ego pozitív értelemben, amit mondta, ez honnan jön? Ez is olyan dolog, hogy igazából nem tudom megmagyarázni. Nem tudom megmagyarázni, hogy honnan jön. Egyszerűen csak érzem, hogy képes vagyok rá. Tehát ez szerintem, tehát például lózni tudunk ezekkel, mert megfoghatatlan témakör szerintem, de ugyanúgy, ahogy egy magasugró érzi, hogy még képes egy nagyobbat ugrani, ugyanezt érzem én is, hogy én azt érzem, hogy még képes vagyok dolgokra, és ez valahogy belülről fakad, ezt nem tudom ráállítani magam, és ezért van, hogy valójában ugye nagyon sok ember megkérdezi ezt a kérdést, vagy hasonlók, és nem tudom azt mondani, hogy valaki, hogyha nagyon-nagyon kitartó, akkor sikeres is lesz, mert ez nem így működik. Tehát ezt az ember vagy bevonza,
szerencsés is, és kitartó is, és akkor minden összeáll, vagy egyszerűen bármit csinál az életben, sose fog annyira gördülékenyen jönni, és ugyanez a sportban, hogy valaki őstehetség, ahogy focizik, valakinek meg napi 10 órát kell fociznia, hogy azon a szinten se legyen. Tehát nagyon, nagyon furcsa az élet, és megmondom az őszintét, hogy ezekről nem is nagyon szeretek így nagyon nyíltan beszélni, mert nagyon támadható, nagyon megfoghatóvá válik ez a dolog, és ugye az mindig egy sebezhető dolog is egyben, mert az ember nem szeret magáról jó esetben arról beszélni, hogy milyen jó valami, és hogy nekem van egy olyan dolgom, ami másnak nincs, mert az sose szül jó érzéseket. De közben megszerintem meginspiráló is. Ezzel most hadd vitatkozzak. Természetes. Egyetlen egyet biztosan látunk, hogy dolgozni, ha sokat dolgozol. Ez is relatív, de persze ez így van. A szorgalmat, meg van. A kitartást. Így van. Lebontam itt a stúdiót. Mi az igazság? Kaja vagy hiúság? Hát ezt annyira nem értem. Hogy ez? Na, hát ha sokat eszem, akkor meghízok. Melyik a fontosabb, hogy állatjót tegyek, vagy hogy a tükörrel nagyon nagy haverságban legyek? Így értem. Én azt gondolom, hogy minőség a mennyiséggel szemben. Én ragaszkodom hozzá minden egyes nap, hogy egyek finomat. Nincs olyan, hogy én nem eszek jót, vagy a Jenő, vagy a környezetem, mert egyszerűen az biztos, hogy egy elrontott nap. Nyilván van olyan, hogy nem sikerül, meg ülök az egyetemen, és rágcsálok valami ropit, aztán hazafele a vacsorám, az egy chips, szóval ilyen is előfordult. De ilyenkor mindig úgy fekszem le, hogy ez valami úgy hiányzott ebből a napból. Valami nem volt jó. És szerintem az étel szeretete az valamilyen elemi dolog bennünk, és akkor is, mikor odafigyelünk arra, hogy mit eszünk, mert nyilván a Jenő is, meg én is amúgy egyfolytában diétázunk, odafigyelünk, egészséges életünk. Ez volt, de itt van a csavar, hogy ugyan az nagyon fontos, hogy amit megeszünk, az jó legyen. Szóval attól függetlenül, hogy én mondjuk odafigyelek egyszer a szénhidrát bevitelre, egyszer, hogy fehérje, stb. Ezekre odafigyelünk, attól függetlenül ezt úgy oldjuk meg, hogy ez minőségi, és rendkívül ízletes legyen. Jó, csak hát azért pláne egy Michelin csillagnál, de ezt majd tőle is megkérdezem. A mindenmentesből is lehet tökéletes. Ez a kihívás. Jó, hát ez állunk elébe. Na csak, hogyha már az előbb is említetted egy vagy kettő borítékkal korábban azt, hogy a te szeretett nyelved, az étel. Az étel. Az hogy alakult ki a te esetedben? Azt honnan hozod? Mert ez nem a Jenőtől. Persze, ez a családtól jön. Úgy nőttem fel. Nekem ugye 3 tesóm van, és a nagy család nem volt körülöttünk. Szóval édesanyám egyedül vitte a háztartást, hiszen nagymama, nagypapa, nagynéni, stb. Mindenki kim volt Brazíliába. Ezért anyukámat én egész életében szegényként, amíg én kicsi voltam, a konyhába. Ezért 2 fiútesóm, és nyilván annyit ettünk, az állatok. És gyerekkorom óta is nagyon szeretek jókat enni, és ő mindig szintén változatosan főzött nekünk, nagyon sokat sütött, mindig valahogy, pont ezt beszéltük a tesómmal, hogy a liszt, az valahogy mindig meg kell jelenjen egy ünnepnél nálunk, a kalács, a süti, hogy ez így mindig ott van, és ez abszolút a családból jön. És amúgy, ha szerintem megkérdeznétek a Jenőt, hogy mi az, amit én a legjobban csinálok, akkor biztos, hogy azt mondaná, hogy a sütemények és az édesség része, és ez pont ezért van, mert nekem valahogy ez a nem is csak az etetés, hogy jól lakj, hanem a kényeztetés vonal, hogy ez már egy kis sütemény, egy kis dolog, hogy szebb legyen a napod. De esküszöm, hogy megindult a nyelválasztás. Hát nekem már... Hát ahogy beszéltatok volna, hozok valamit. Egyébként valószínűleg tényleg itt van a tél, mert ahogy a gesztusaival beszél a kalácsról... Azt már látod, és érzed. Már szívom vissza a nyálam. Igen, mondd, hát a teríték a lényeg mindig. És egyébként az a sorsszerű álom Gordon Ramsay-vel, ami végül is itt tartott Magyarországon, Portugáliával szemben, amit meséltél, és elmentél a konyhafőnökbe, azért az a dilemma, az miért volt a fejedben akkor? Tehát miért szeretted volna te kipróbálni magad egy ilyen tévéműsorban? Én akkor értem haza külföldről, én fél évig kint éltem Máltán, és hazajöttem, és még nem volt munkahelyem, nem tudtam, hogy mit csináljak, most menjek-e tovább egy új országba, most folytassam a vendéglátást. Tehát szállodában dolgoztál, ugye? Igen, én egy 5 csillagos szállodában dolgoztam kint is, és itthon is, és szerettem volna valahogy, valahogy éreztem, hogy
nem biztos, hogy ezt akarom örökre csinálni, mert élvezem a vendégletest, imádom az egészet, de ez egy másik témakör, hogy engem úgy nem nagyon vettek komolyan soha, hiszen fiatal lányként nehéz azért vezető pozíciókat megszerezni. És az a végzettség is hiába való volt? Teljesen. Uh-huh. Teljesen. Külföldön azért, mert külföldi vagy, itthon meg azért, mert még fiatal vagy, még azért még van idő, amúgy is nő vagy. Szóval ez már egy másik vonala ennek a megközelítésnek, ez a kérdés megközelítésének, úgyhogy egy ilyen kicsit ilyen egzisztenciális válságban voltam. Szerintem sokan ugye 20-as éveikben, hogy most akkor mit csináljak, most csináljam a végzettségem szerinti dolgokat, vagy csináljak tök mást, kezdjek el körmözni, vagy tényleg minden eszembe jutott, hogy elmegyek egy tengerpartra, és kagylónyakláncokat csinálok, szóval tényleg. És valahogy így feljött Facebookon egy ilyen hirdetésben nekem ez a konyha főnök, hogy keresünk ide embereket, jelentkezni. Soha nem láttam egy részt se belőle, azt se tudtam, hogy miről van szó, de az meg nyilvánvaló volt, hogy ez egy főző verseny. Abban meg amúgy mindig magabiztos voltam, hogy amit főzök, az jó. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát végülis egy főzőversenyre úgy elmennék, az lehet, hogy a magabiztosságomnak. Tehát, hogy azon nem gondolkodtál, hogy ez mit húz még magával ilyen önkívül, hanem az ismertség és az összes többi? Ez azért nem jutott eszembe, mert akkor még annyira nem hittem szerintem magamban, hogy úgy eszembe se jutott, hogy attól, míg benn vagyok a tévében, amúgy voltam már előtte tévében egy-egy ilyen dolog miatt, de soha nem úgymond a főszereplője voltam az adott szituációnak, és ezért úgy, hogy most megjelenek, húha, aztán két hét múlva már senki nem tudja, úgyhogy ki vagyok, úgyhogy nem, nagy tétje amúgy nincs a dolognak. De szeretek főzni, szeretném magam kipróbálni, annyira rosszul érzem magam a bőrömbe, és nem tudom, mit csinálják, hogy talán ez ad valamilyen irányba valamit, és ebbe a nagy vacilálásomba jött. Uh-huh. Na csak már visszacsatolva a borítékban lévő kérdésre, bocsánat, hogy a képernyős lét meg az ismertség, amit ez okoz, az talán összefügghet jobban a hiúsággal is, nem? Mert többen ítélnek meg, többen véleményezik azt adott esetben, hogy hogy nézel ki, vagy ez rád nem hatott negatívan ilyen szempontból? Az az igazság tényleg, hogy ebbe akkor egyáltalán nem gondoltam bele, amikor ebbe megindultam, hogy az emberek mit fognak gondolni, mert hát lesz, aki jót, lesz, aki rosszat, ez mindig így van, tök mindegy, hogy mit csinálsz. Amikor meg hát úgy alakultak a dolgok, hogy egymásba szerettünk a séffel, és végül a nyilvánosság előtt is felvállaltuk, hogy mi történt, akkor volt az első olyan, hogy mondjuk én azt tapasztaltam volna, hogy negatív kritikákat kapok amiatt, hogy kit szeretek. Szóval, hogy ez nyilván akkor volt az első ilyen érzés. De te mozgásban vagy, te dinamikában vagy, te éled az életre. Ez így van, és én ezt is tudom bárkinek tanácsolni, aki bármit is nem ért, vagy nem tudja, hogy én hogy csinálom, hogy egyszerűen nem állhatok meg azokon a dolgokon, amik zavarnak, nem állhatok meg azokon a negatív kritikákon, mert amúgy az a néni, bácsi, gyerek, tök mindegy, aki írta nekem azt a kommentet, hogy miért vagyok együtt mondjuk a Jenővel, vagy amúgy is hogy nézek ki, kössem fel a hajam, stb. Az amúgy nem ismer egyáltalán, és lehet, hogyha megismerne, és most itt ülne köztünk, akkor ő is csak figyelni, amit mondok, és arra gondol, hogy szóval majd utána elmondhatja, hogy igen, kit érdekel. Neked, hála jó Istennek, mindig félig tele van a pohár, és nem üres. Ez így van. Na nézzük, jön az utolsó. Igen. Na nézzük, mi az igazság? Kaja vagy hiúság? Fú, ez egy kemény sztori, mert igazából itt nekem ahogy erre asszociálok, egyből a fogyókúra jut az eszembe. Jól asszociáltál. Pont most láttam valamelyik az Instagramon, hogy már edzel megint. Hát igen, de ugye de az a térdem miatt van. Lehet, hogy nem szabad annyira, de lehet, hogy egy picit szabad, meg jót tesz. Szerintem ez is nagyon sokban, hogyha már itt ilyen anyagról, elemekről beszélünk, akkor minden a fejben dől el. És azt tudni kell, hogy például most ugye nekem január elején műtötték a térdemet, elméletileg 6 hónap lenne az a lábadozási idő, aminél azt lehet mondani, hogy futni fogok most. Annyira jól haladnak a dolgok, nem tudom, hogy ez a doromboló cicának, ugye, vagy minek a extra része, de most jelenleg 2 hónap után még annyi sincsen, mert a 6. hétben járunk, ott tartok, hogy
lehet, hogy 2 hét múlva futógépre állhatok. És nagyon tudatosan vagyok a dolgokon, és majdnem ugyanolyan, mint amikor az ember már 1 éve nem volt beteg, és ugye akkora pörgésben van, hogy az van, hogy egyszerűen tudja, hogy nem betegedhet le, mert nincs rá ideje. És amikor ilyen flow-ba van az ember, akkor ugyanez van velem, hogy egyszerűen nem tehetem meg, hogy még 1 hetet a lábammal otthon feküdjek, mert túl sok teher és felelősség van az emberen. Úgyhogy sokkal gyorsabban regenerálódik a lábam, ennek örülök is nyilván. Csak hogy ugye a fogyókúrára asszociáltál rögtön, mondtam is, hogy helyesen, mert nyilván mi is erre gondoltunk, igen, hiszen nagyon sok cikket lehet arról olvasni az utóbbi időben, hogy hogyan fogysz le, meg aztán megint hogyan esetleg hízol vissza, és aztán megint hogyan kezdesz lefogyni. Ha megnézzük a, nem tudom, 4-5 évvel ezelőtti énemet, akkor azért nem voltam én elhízva. Azért tegyük tisztába dolgokat, most se vagyok. Ja, de én nem mondtam ilyet, csak egyfolytában ezt lehet olvasni, hogy a rácénő mikor mennyit fogyott. De mindig van egy ilyen határ, tehát a 90 kiló, ugye én nem vagyok egy magas ember, 172 vagyok, de 90 kiló az már olyan, hogy a nem tudom begombolni, tehát nem, elkezd nem kényelmes lenni, igen, szívem szerint ugye nem tudom, ilyen meg olyan nadrágokba járnék, meg bőpólókba, de az meg nem rácénő. Tehát nagyon sok én szeretek önmagam lenni, és emiatt ez is egy ilyen rossz dolog, mert az ember ugye diétázik, és aztán úgy van vele, hogy rohadjon meg a diéta, tök őszintén, és hogy olyan rövid az élet, és hogyha nem élvezhetem ezt a pohár pezsgőt, meg nem ehetek egy finomat, mert nem diétázom. Nem hajthatok be drive-ba. Tehát van a DiCaprio-nak a Netflixes filmje, ugye, ahol tökre szépen bemutatják karikatúrával, hogy milyen buta és beteg az emberi nép, és vagy az emberiség, és néha erre döbbenek rá, hogy tényleg itt sanyargatom magamat, meg itt számlálom, hogy mit eszek, meg hogyan, meg nem eszek szénhidrátot, aztán utána meg jól bezaválok egy friss gőzölgő kenyeret, és hogy nincs igazság. Tehát, hogy... Hát egyébként ebben nincs. Hát ez a világ igazságtalansága szerintem, hogy a kajától... Köszönöm. Ráci Enő, többszörös Michelin csillagos évet hallottuk. Nincs igazság. Egyet kell, hogy értsek veled. Nincs igazság. Nincs. Tehát... mondtad, hogy a kedvenced a McDo. Hát szeretem. Ugye, szeretem. Várjál, tehát amikor elmész egy McDonald's üzlet előtt, tehát még be se léptél, elmész, és akkor megcsaptad a sűrt krumpli irata meg. Az olajszak. És akkor rögtön az jelenik meg, mert lassítás nélkül mész tovább, hogy nincs igazság. Tehát ez nem fair. Nem, én teljesen látom meg között azt a szépséget, hogy tényleg az az ember, aki kaviáros, szép ételeket csinál, mindenre odafigyel, hogy tökéletes legyen, annak annyi lezserség hagy férje már bele az életébe, hogy amikor tetszik neki, akkor beáll a McDrive-ba, és eszik egy Big Mac-et, mert azt kívánom. Tehát szerintem az lenne a gáz, hogy én azt mondanám, hogy én otthon csak homár teszek. Igen. Valójában ettől valódibb a dolog, hogy Szerintem ez így van rendjén. Nem akarok többet rugózni a kilókon, csak még az érdekel, hogy amióta a tévében, a konyhafőnökben szerepelsz, és ugye most már jó régóta, nem is tudom, hány évadot csináltál már végig? Hát most már szerintem, tudod, kb. Igen, az a baj, nagyon nem sokat. Tudom. Igen. Csak néztem is most legutóbb az évvégi összegzésedet, hogy azt tudom, hogy a tavalyi évben 110 napot forgattál, mert ezt kiírtad az Instára, azt hiszem. Szóval, hogy rengeteget szerepeltél, és egy nagyon sikeres műsorban. Az hogyan hatott arra, hogy hogyan ítéled meg magad külsőleg, és hogy számít-e, hogy mások mit mondanak rólad? Hát az a baj, hogy számítani számít, tehát hazudnék, ha nem. Pont ez a valaki tényleg egocentrikus, mindig egy picit ugye jó színben akar tűnni, és dolgozik is érte, akkor az nagyon rossz tud lenni, amikor az ember önmagát is máshogy látja, hogy nem akarná, vagy esetlegesen ugye annak hangot is adnak. Tehát én azt gondolom, hogy azért olyan szinte még nincsen, hogy én ezért tönkre menjek idegileg, és nem tudom, depresszióban szenvedjek, de az az igazság, hogy szerencsére azért mindig próbálok észbe
kezbe kapni, amikor mondom, ez a 90 kiló a határ, és hogy akkor elkezdek odafigyelni. Tehát viszonylag nagyon gyorsan fogyok le, szintem egy hónap alatt simán le tudok 6-8 kilót fogyni, ami ugye nem koplanással van, hanem heti 5-6 napot edzek, mellette odafigyelek a helyes táplálkozásra, és egyszerűen lepucolódik az emberről. Viszont a normál napokban pedig én nagyon szeretek tényleg enni és inni, és egyszerűen... Élni. Élni, igen, végre élni. Na nézzük a te igazságodat. Mindennapos célom az, hogy segítsek. Igen. Nem is tudom, hogy ebbe hogyan kezdjek bele. Nagyon sok aspektusa van az életemben, ami nekem arról szól, hogy segítsek. Azt veszem észre mondjuk, hogy a baráti kapcsolataimban is ez jellemző amúgy, hogy ez is úgymond egy szeretett nyelvem, hogy én segítek, ahogy csak tudok, és most is ezt csinálom szerintem a social médiában, azáltal, hogy ugye influencerként is dolgozom, hogy megpróbálok segíteni. Az, amit én kommunikálok, az, amit én adok magamból, az nagyon sokszor megpróbálom ezt úgy csinálni, hogy ezzel másoknak jobb legyen, legalább egy embernek, legalább egy pár ember jobban érezze magát attól, amit csinálok, vagy mondok, és nekünk volt régen egy YouTube csatornánk a tesómmal, és ott tabu témákat feszegettünk egyfolytában, ez volt a lényeg ennek az egésznek, aztán ahogy a követő táborunk beindult, úgy akkor ki is derült, hogy legfőképp minket férfiak néztek, mégpedig azért, mert érdekelte őket az, hogy amúgy mi nők hogyan gondolunk a párkapcsolati dolgokra, szóval ők így nem nagyon értették azt, hogy a nők szemszögéből ez hogy van, mondjuk. Mondj egy ilyen tabu témát csak, hogy értsem. Hát nagyon sok mindenről beszéltünk, de mondjuk az, hogy mit gondolunk mi valójában a férfiakról. És akkor elmondjuk, hogy mi az, ami szerintünk igazából szexi. Van egy ilyen videónk is. És akkor ott arról beszélünk, hogy itt nem a külsőségekről lesz szó, azt fogjuk most itt felsorolni, hogy mi az, ami szexi egy nőnek, egy férfiban, ami belülről jön, és nem az, hogy mi van rajta, vagy hogy kockás-e a hasa. Mi a szexi egy férfiben? Hát például az, hogy mennyire elhivatott a munkája iránt, az, hogy valamiben szerelmes és kiáll mellette, a magabiztossága, az, hogy kedves és szeret téged, ez például szerintem nagyon hát... szexi, mert nyilván én azt is gondolom, hogy minden ember olyan párt választ magának, akiről elhiszi, hogy megérdemli. Szóval, ha neked olyan párod van, aki bánt, akkor sajnos azt hiszed, hogy te ezt megérdemled. És ez a baj, viszont hogyha én meg azért vagyok szerencsés, és azért akkor találkoztam a Jenővel, amikor kellett, mert abban a pillanatban álltam készen arra, hogy megérdemeljem őt. Addig én sem hittem el, mikor álltam, és az utamat kerestem, hogy Úristen, most mi vagyok én, mi lesz velem? És én is nagyon sok bántalmazó kapcsolatban voltam, mint szerintem sokan, és azokból kiszállva mindig hittem abban, hogy én ennél jobbat érdemlek, és mikor a Jenőt megérdemeltem, akkor meg is találtam. Azok milyen bántalmazó kapcsolatok voltak? Most a teljesen alapról is beszélünk, amikor féltékenységről van szó, amikor a másik nem engedi korlátoz dolgokban, stb. Szóval, hogy... Én akkor ezeket megelégeltem, és azt mondtam, hogy én nem érdemlem meg, hogy féltékeny legyél például, mert én semmit sem teszek azért, hogy alátámasztam a féltékenységedet, és onnantól, hogy a bizalom az egy van, hogyha elveszítik, azt nehéz újraépíteni, de mindenkinek úgy kellene kezdenie, hogy megbízik a másikban, mert nem érdemled meg azt, hogy ne bízzanak meg benned. Hoztál te ebből a két-három generációnyi brazilból vérmérsékletet? Van bennem, tehát... tudom. ott azért sokáig sütött a nap. Na, lássuk a te igazságodat. Ellentmondások kísérik a mindennapjaimat, foglalkoztat a pihenés fogalma, viszont amit csinálok, az teljesen az ellenkezője. Magyar piac az nem egy olyan hatalmas piac. Tehát valljuk be, hogy a magyar közönség, aki jön hozzám vacsorázni, az a másik étten elmegy a másik étterembe, de utána elmegy a másik étterembe is, és ha most én nyitnék egy harmadik éttermet, akkor ugyanaz a vendég jönne, tehát nem érdemes, mert ez úgy kell erre tekinteni, mint egy tortára. És ugye minél több étterem van, annál több szelet
amire szeleteljük, annál kisebb ugye ez a látogatottság. Turistákra pedig ugye nem lehet építeni az elmúlt 3-4 évben, tehát egy nagyon kemény piaci helyzet, és viszont arra rájöttem, hogy nekem még van egy olyan know-how, ami igazából lehetségesen tudunk vele eredményeket hozni, az pedig az, hogy külföldön üzemeltetni éttermeket, és én azért ebbe eléggé beleláttam, hogy például van egy ilyen példakép, vagy egy példa eset a Joe Robuchon éttermek, ugye ő már az évszázad séfje volt, majdnem 30 Michelin csillag, minden étterme a világon, majdnem olyan, mint egy Michelin csillagos McDonald's. És pont azért, mert elmész New Yorkba, elmész Londonba, ugyanazt az ételt teszed, ugyanazzal az evőeszközzel, tehát nagyon stabil rendszer, és nekem ez lenne a következő tervem, hogy egy ilyen étterem láncot hozzak létre, ami azt mutatja, hogy bárhova betérsz a világon egy rácienő neve által fémjelzett étterembe, ugyanazt a minőséget, ugyanazt az ételt kapod, és talán ez az, amit még itt Magyarországon nem ért el, úgymond senki, de ez egy nagyon nagy távú dolog. Mesélted, hogy mostanában sokat tárgyalsz üzletemberekkel. Vannak, akik hisznek Rácienő ezen ötletében. Igen, tehát, hogy elég sokat voltam most külföldi üzleti utakon, és az már nem titok, hogy készülőben van egy külföldi projekt, a lokációt azt még azért titokban tartom, de hogy több ilyen dolog is van. De erre a logikára, amit elmondtál, tehát a Rácienő brandet, azt a know-how-t, amit fölépítettél, igen, ami van a Kosztázban is, meg a Rumorban is, azt tovább vinni, hogy én tulajdonképp, ha valahova utazok, akkor be tudjak menni, és ugyanazzal a kanállal tudjam ugyanazt a levest megenni. Igen, tehát, hogy ez egy ilyen koncepció, ami már szerintem úgymond tudott bizonyítani, hála Istennek, úgyhogy erre tudunk építeni. És ugye itt a legnehezebb dolog az a rendszer, mert elképesztően nagy logisztikai rendszerre van szükség ahhoz, hogy legyenek saját nevelésű embereim, úgymond utánpótlás, akiket ugye akár mint idegen légiósként ki lehet küldeni bárhova a világon, és ugyanazt a szemléletet, ugyanazt a standardet tudják hozni. Tehát ezért mondom, hogy hatalmas ellentmondás, mert én már azon gondolkozok, hogy 50 éves koromban, ami valljuk be 17 év múlva lesz, az elképesztően sok dolog fog történni. És kérdés, hogy ezen a szinten meddig tudok így menni, vagy még többet tolni, ez foglalkoztat mostanság, és az is foglalkoztat, hogy ugye abban a hibában se akarok esni, hogy ott leszek 50 évesen, lesz 8 éttermem, de rohadtul nem lesz időm este egyet horgászni, és csak úgy tengeni, lengeni az időben, és nem tudom. Tehát, hogy ettől egy picit félek, mert már most érzem azt, hogy ugye, ha a tovább nyomom, akkor az egyik a másik rovására megy, és ez egy ilyen, ez egy betegség szerintem, tehát valójában ez olyan, mint a drog, hogy egyszerűen nem elég. Tehát a siker az ilyen. Erre az önmagadnak feltett kérdésre nincs válasz. Fogalmad nincs arról, hogy mi fog történni a ma 32 éves Rácienővel majdan 10 év múlva. Ugyanis ha 10 évvel ezelőtt én a Rácienőnek, aki akkor 22 éves, és azon gondolkozik, hogy a rohadt életben csak egy saját tévém legyen, azt mondom, hogy 10 év múlva itt fogunk ülni és beszélgetünk, fiatalember, és te többszörös Michelin csillagos séf leszel. Hagyjuk már. Országos tévésztár. Igen, hagyjuk már. És még egy dolog, amit én megtapasztaltam, hogy ahogy egy bizonyos dolgot figyelek 32 évesen, aztán 42 évesen, aztán 52 évesen, az teljesen másképp néz ki. Abból a perspektívából, amikor abban az életkorban vagyok. Tehát most megpróbálod modellezni, mert mondod a 18 évet, mert valószínűleg egy kicsit fáradt vagy. Lehet. Lehet. És ez a fáradtság az, ami elgondolkodtatja, akarom én ezt csinálni, nem tudod megfejteni előre.
Ebben ez a borzalmas. Hát ezt csak csinálja az ember, és utána visszatekint, és azt mondja, hogy atya úristen. Ha akkor szóltak volna, hogy azon a hídon nem lehet átmenni, akkor meg se próbáltam volna, miközben már rég a másik oldalon vagyok, ugye? Persze, persze. Tehát ez teljesen normális. Hát egy élmény volt a házaspárral beszélgetni. Abszolút. Nagyon. És további jó étvágyat. Köszönjük szépen. Köszönöm. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.